hogy a Balázsban csinálsz hol a gitár. Leszel? Gyere! Tessék, állj ide a Balázs bácsi elé. A gitár ugat, mint a kutya. Nagyon. És szükségük lesz egy hegedűsre. Kisasszonyka, kérem fáradjon oda. Máté bátyámnál van a hegedű. Medinára jöttünk, Medina egy kis település Tolna megyébe, és onnan is merekes. Tele volt velünk a tévé, a média, mert hogy hozzánk épült a NATO lokátor, és talán ezért ennyire sugárzó a szemünk. Egyébként mi a Csurgó zenekar vagyunk, akik idén 20 évesek. 20 éve alakultunk, és most volt a jubileumi koncertünk is Bonyhádon a Műfházba. Bonyhád szintén egy Tolna megyei város, ugyanúgy amilyen falu Medina Tolna megyei falu. Szekszár környékéről jöttünk, és gyermekeknek muzsikálunk főként. Régen népzenével foglalkoztunk, táncegyütteseket kísértünk. Éppen most jutott eszembe, hogy egy 4 éve talán voltunk itt fellépni az Ajkai Művelődési Házban, egy táncegyüttessel voltunk, itt volt egy ilyen minősítőverseny, és azon muzsikáltunk. Nagyon szeretünk népzenét is játszani, mai napig táncházakat játszunk Bonyhádon. Van egy ilyen állandó klubunk, vannak ilyen jellegű koncertjeink is, amikor népzenét játszunk. Vannak olyan koncertjeink, amikor egy kicsit elrugaszkodunk a népzenétől, és ugye felnőttesebb dalokat játszunk igazán, mint a muzsikusnak dalból van a lelke, vagy sorolhatnám még ezeket a dalokat. De a célközönségünk és a legfőbb, amit leginkább szeretünk, az a gyermekeknek való muzsikálás, a gyermeki lélek ápolása, egy kicsit úgymond a magyarság tudat növelése, és az érdekes a számunkra még, hogy minél több zenei szint vigyünk a produkciónkba. Népzenei alapokon nyugszik, amit csinálunk, onnan indultunk, de már nem népzene. Egy kicsit a saját világunkra színeztünk át. Azt szokták mondani, hogy világzene, de én inkább azt mondom, ez ilyen csurgós muzsika. A zenekar lelke a Balázs, aki most az öreg pásztor volt. Ő volt a zenei lelke a csapatnak, aki elindított minket ezen az ösvényen, ezen az úton. És nagyon jól jártunk ezzel, mert úgy látom, hogy a közönségnek is tetszik, amit csinálunk. És ez egyben lélekemelő is, melengető is, és jó érzés is. Meg egyben gondolom a közönségnek is jó, hogy olyan csomagot visz haza magával, ami jó emléket őriz majd a Csurgó zenekarról. És miért pont Csurgó zenekar? Ez egy érdekes dolog, ugyanis a 20 éves jubileumunk alkalmából csomószor megjelentünk ott a környékbeli tévékbe, ugye Tolna megyében, meg Pécsen is a rádióba, és hát mindenki erről faggatott, hogy miért pont Csurgó zenekar. Hát a hivatalos verzió az, hogy Szekszárdon van egy csurgópatak, és arról neveztük el Szent László Csurgó, és hogy ebből lett a Csurgó, de igazándiból a bulvár híreket az egy piszoár előtt találódott ki a nevünk. Így lettünk Csurgó zenekar. És a gyerekvonal az természetesen onnan jött, hogy volt előttünk egy zenekar, a Bartina zenekar, aki taposta ezt az ösvényt, és ő népzenét, néptánc foglalkozásokat, illetve mozgáskoordinációs foglalkozásokat tartottak egy óvónénivel Tolna megyében sok-sok óvodába, és egyszer csak leültek velünk egy asztalhoz, és azt mondták, hogy tudjátok, mit csináljátok már ki, ti vagytok a kis csikók, csináljátok, mi már beleöregettünk ebbe, és így lett, hogy 2000-ben átvettük ezt az óvodai vonalat, és az óvónéni is abba hagyta, aki csinálta velünk, és akkor hát a nyakamba szakadt. És valahogy egy kicsit féltem ettől a helyzettől, persze, mert hát nem csináltam még soha ilyet, nem foglalkoztam addig gyerekekkel, fiatal ember voltam, még foglalkoztam volna gyerekekkel, akkor a fiatal csajok érdekeltek, nem a gyerekek. És így a nyakamba szakadt ez a dolog, és azt hiszem, hogy ebbe lettem igazán szerelmes. Van egy csodálatos családom, és van mellé egy olyan adomány az élettől, a Jóistentől, hogy ezek a ragyogó gyermekarcok vesznek körbe minden nap. Szerintem ennél szebb élet nem kell. De úgy tudom, hogy tőled nem áll messze a tanítás, hiszen nekem megsukták, hogy te hegedű tanár vagy. A Bonyhádi Zeneiskolában vagyok tanár, igen, népzenét tanítok. A Nyíregyházi Főiskolán végeztem még annak idején, és van egy népzene tanszak mögöttem. Az első években 36 növendéket tanítottam, aztán most már egy kicsit
realizálódott a dolog, mert hogy elég sokat kellett akkor tanítani is, meg mellette a zenekar élek is. Most már főként a zenekar az elfoglaltságom, és most félállásban tanítok Bonyhádon a zeneiskolában, és hál' Istennek úgy érzem, hogy sikeres is, az egyik tanítványom szerepelt is a Röpüly felszállott apával, bocsánat, így a helyes kifejezés. És hát úgy érzem, hogy sikeres az is, az az életem egyik szeletje, és nagyon szeretek tanítani, mert valahogy ez olyan dolog, hogy csak lesz valami közöm ahhoz, hogy egy gyerekbe úgy valahogy beleplántálódik a muzsika szeretete, vagy akár az éneklés, vagy hát éppen jelen pillanatban a hegedülés, brácsázás vagy bőgőzésnek a szeretete, és talán majd belőlük is lesz egy olyan színpadi ember, mint mi vagyunk, és talán majd ő is szeretetet lop az emberek szívébe. És ez lenne a cél, hogy ezt tovább vigyük, ezt a zászlót. Hát én azt láttam a műsor alatt is, hogy te nagyon értesz a gyerekek nyelvén, és vevők is rád a gyerekek arra, amit csinálsz, úgyhogy biztos így van ez. Hogy érzed, hogy mennyire szeretnek manapság a gyerekek hegedülni, nem mindenki a gitár, a gitár, a gitár? Ez egy érdekes dolog, persze, hát a gitár az egy nagyon népszerű hangszer, azon annyi mindent lehet játszani. De én azt veszem észre, hogy ez mindig pedagógus függő. Tehát sosem attól függ, hogy valaki milyen hangszer szeret meg igazán, hogy ő hozzá mi áll majd a legközelebb, hanem majd az kerül hozzá a legközelebb, amiről el tudják hitetni, hogy ez mennyire jó. Az én tanár kollégáim között is vannak olyan kimagasló kvalitású emberek, akik nagyon jó pedagógusok, és a gyerekek imádják azt a hangszert. Sokszor nem is ők választják, hanem azt mondja a zeneiskola igazgató, hogy erre van hely, menjél oda. És mégis a tehetségét tudja abba kamatoztatni, mert megszereti a tanár által. És szerintem így van ez, hogy a fizikát is, meg a matekot is nem biztos, hogy mindenki szereti. De hogyha van egy jó tanár, akkor az az osztály szereti. Ez így igaz. Most karácsonyi műsorral jöttetek el hozzánk ide Ajkára, de hát nincs mindig karácsony. Évközben vannak különböző műsoraitok, amivel felléptek? Elég sokféle műsorunk van. Általában úgy szoktuk csinálni, hogy vannak olyan dalok, amiket szeret a közönség, amiket így visszavár. Azokat minden koncerten eljátszuk, ilyen a három egész napon át, ami a lemezünknek is a címadó dala. Ez egy Vörös Sándor vers és Vita Ildikó zenésikekkel, meg annak idején mi egy kicsit átdolgoztuk, egy kicsit meghangszereltük, a kicsit csurgóssá varázsoltuk, úgymond. És ez egy nagyon kedvelt dalunk, ezt mindenhol kérik. Tehát ha véletlenül nem hangzik el a koncerten, akkor általában kérni szokták, hogy az legyen. És akkor emellé pedig úgy csináljuk, hogy általában az évszakokhoz kötődően játszunk bizonyos játékokat. Van az őszi munkálatokhoz kötődő játéksorozatunk, ez a csősz játék és a diószedés, amit nagyon szoktak szeretni. Van farsangi műsorunk is, azzal is szoktunk menni. Sőt, szoktunk olyat csinálni, hogy van egy koncertünk egy óvodában, vagy egy ilyen farsangi rendezvényen gyerekeknek, és utána még játszunk egy-két órák ilyen melléjen dalokat, és azt már arra lehet táncolni, mulatni az anyukákkal, apukákkal. Táncházakat is szoktunk tartani gyermekeknek, ilyen is előfordul. És akkor ugye vannak tavaszi játékaink is, például azok főként állatokkal, katicával, medvével, és van például mesefeldolgozásunk is, a Csillagszemű Juhász szoktuk előadni, az kifejezetten szintén így a zenekarra hangolva ebben a zenei világban, és hát a népmesei elemeket megtartva, a gyerekek a bárányok, vagy a gyerekek a medvék, akik marcangolják a juhászt. Szóval mindenkinek van egy kis szerepe a koncertünkben. Nagyon fontosnak tartjuk, és szerintem ez bennünk úgymond az egyedülálló, hogyha lehetek egy kicsit büszke erre a dologra, hogy a koncertünk az elejétől végéig interaktív. Nem úgy zajlik, hogy van egy valami, amit majd csinálunk, és a többit meghallgatni kell, hanem itt konkrétan minden egyes dalra van valami cselekmény sorozat, valami, amit a gyerekekkel végig viszünk. És ezáltal könnyebben értik meg a dalokat, hamar megtanulják. Általában azt szoktam megfigyelni, hogy másodszorra, harmadszorra már fújják velünk a dalokat. Éneklik ők is, mert tudják, mert megtanulják. Segíti őket a mozdulatsor, segíti őket az a cselekmény, ami zajlik körülötte.
és természetesen ez mind fejlesztő. Azt szoktam mindig elmondani mindenhol, ha erre rákérgeznek, hogy elsőleges célnak én azt tartottam a zenekar összeállításában is, hogy legyen egy olyan zenekar, aki ütőképes, aki egy nagyon jó zenét tud produkálni, jó zenészekkel, és olyanok, akik szeretnek muzsikálni, ez nálunk adott, a háttérben mosolygos zenekar tag arcok ott vannak, és szeretnek is muzsikálni, és hála Istennek én úgy érzem, hogy jól is muzsikálnak, és én pedig nem mint énekes vagyok elsősorban, tehát nem az van, hogy odaállok és énekelek egy dalt, hanem én inkább pedagógusnak tartom magamat. Nekem az volt a célom, hogy a gyerekeket az elejétől a végéig fejlesszem, hogy a gyerekeknek úgy tudjak mutatni dolgokat, és úgy tudjak velük játszani, hogy az fejlesztő legyen. Tanuljuk meg például az irányokat, ezen a koncerten volt egy olyan dal, a Cecca nevezetű dalunk, amivel az irányokat tanuljuk, a fölfelét, a lefelét, az előre, hátra, a jobbra, balra, és ezek rögzülnek. Volt egy koncertünk, amikor oda jött egy anyuka, és mondta, hogy ők ott voltak az előző koncertünkön, és ezért jöttek el, mert ezt a dalt nagyon szereti a kislánya, és azóta ezt énekli, és eddig mindig baj volt az irányokkal, harmadikos volt a kislány akkor, hogy nem tudta megjegyezni, hogy merre van a jobbra-balra, és azóta fújja. És ezek szerintem, ezek tényleg olyan értékes dolgok, hogy valahogy hatottunk arra, hogy fejlődjön a gyerek. Egy kicsit segítettük, előmozdítottuk, és valahogy ez a cél, hogy valahogy mindig egy kicsit fejlesztő hatással legyünk az emberekre. Hát azért ez a 20 évben bizonyította, hogy valami egyedit sikerült csinálnotok, hiszen ritka az a zenekar, aki 20 évig életbe tud maradni. De úgy tudom, hogy van nektek egy másik küldetésetek is, legalábbis nekem itt a koncertről az derült ki, hogy ti azért szerettek gyűjteni alapítványok részére, és most is gyűjtetek valakinek. Aki most itt a koncerten nem tudott adakozni, az esetleg rajtatok keresztül meg tudja tenni, és kiknek gyűjtetek most? Minden évben, most már harmadik éve csináljuk, hogy valamilyen egyesületet, alapítványt megszólítunk. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert végül is mi gyermekekkel foglalkozunk. És a mai manapság, és most nem politizálni akarok, mert mi nem szeretünk politizálni, de manapság nagyon helyzetben vannak alapítványok, egyesületek. Ennek nagyon sokféle oka és indoka van, és úgy gondoltuk, hogy ha az ember valahogy szeretetet közvetít az emberek felé, ők is biztos, hogy szívesebben adnak. Szívesebben nyújtanak valamit saját magukból egyesületnek, alapítványnak. A Dóri házat, a Szemenfénye alapítvány daganatos kisgyermekeket támogattuk a tavalyi évben, és nekik közel 500 ezer forintot sikerült összegyűjtenünk. Úgy tettük ezt, hogy jótékonysági koncerteket szerveztünk, többek is a javukra, meg így a karácsony előtti időszakban vittük magunkkal egy urnát, amiben gyűjtöttük az összes koncertünkön. Aki úgy érezte, az adományozott. Aztán a Szekszárdi Kórházat is támogattuk, oda majdnem 150 ezer forint gyűlt össze egy koncertünk alkalmával. És most pedig a Pécsi Gyermekklinikát. Hát sajnos kapcsolatban is volt velük a zenekar, úgymond sajnos, meg hát örömteli is az a dolog, ha az ember tud segíteni valahogy. És megmondom őszintén, hogy a Pécsi Gyermekklinika is nagyon nagy nehézséggel küzdik, és hát nagyon nagy szívvel fogadták ezt a dolgot, hogy mi ezt felajánlottuk, és valahogy nekünk is ez töltődés a lélek által, hogy mi annyi mindent kapunk attól, hogy a színpadon állunk. És most itt tényleg arról beszélek, hogy ezek a gyerekek, és ezek az anyukák, apukák, akik eljönnek. Mert alapvetően nekem is az a legnagyobb boldogságom, hogy a gyerekemnek fülig ér a szája. És boldog, és kiegyensúlyozott, és jól érzi magát akárhol, hogyha az a legjobb, ha az egész életében, de hát ugye azt nem tudjuk sajnos biztosítani. És valahogy ezáltal mi annyit töltődünk, annyit kapunk ebből a sok szeretetből, amit a közönség ad felénk, hogy én azt hiszem, hogy nekünk kötelező is ezt megszolgálni. Jó napot, nem vagyunk így.
Thank you.